Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok, és ez itt az Európai Mezalisz 4 nincsen többé láns következő része! A legutóbb, hogyha emlékeztek, megpróbáltuk egyesíteni Itáliát, viszont nem sikerült, mert a pápai államtól valamiért 100 vorszkorba kerül elfoglalni két területet. Valamint tovább fabrikáltuk az Angevinellenes szövetségünket, amiben beléptek a skótok is. Tehát így igazából Svédországtól és Oroszországtól eltekintve Európában kialakultam olyan két szövetségrendszer most, ami az egész kontinenset felöleli. Ó, Svédország rivalizál velünk. Tehát ugye a mi oldalunkon ugyebár Spanyolország, Milánó... Igen, Spanyolország, Milánó, Csehország, Lengyelország, Lízs és Skócia. Az Anzsú oldalon pedig az Anzsuk, Magyarország és a Pápa. És nagyon kicsit fur őket Anzsavinnek hívni, amikor valóak, de mindegy. Oké, a Ravensburgiak valami öngyilkosak akarnak lenni és inzult átadnak minket. Nem tudom, mit akarnak elérni, de nem fogják megkapni. Tirolt elkezdjük téríteni, mert úgy tűnik már lehet. Ott még mindig lázongnak az osztrákok. Ja, de a toszkánok most közelebb állnak a lázadáshoz. De rajtuk ülünk. Hol van a másik fő seregem? Ja, a Dalmáciában. Oké. Lízában újra felemeljük a csillagerődöt. És Szénába állomásoztatjuk a hadsereget. Tehát amikor jönnek a lázadók, föllázadnak Szénában, leverjük őket, és említőleg a pízai erőt feltartja őket addig, amíg odaér a seregünk. Itt lehet, hogy upgrade-elnünk kéne. Hajlamosan vagyunk mivel kifutni az erőforrásokból. Ja, ezt itt upgrade-eljük. És itt meg upgrade-eljük a templomot. Ó, Arezzo. Mit termel? Gabonát akkor legyen. Legyen base tax. Tirol pedig 69-re áttért, tehát addig remélhetően nem lázadnak föl nagyon az osztrákok. Oké, a pízai erőd elméletileg oké, 7000-es helyőrség. Ezt fel fogja őket tartani, addig amíg leverik az egyik lázadást. Közben csinálnak valamit a frangolok? Nem igazán, Haitivel szövetkeztek. Ez be fog nekünk tenni, hogyha a spanyolok mellettünk állnak, lesz egy gyarmati front. De szerintem a spanyol Brazília és maga a spanyol hadsereg majd elbír azért velük valahogy, meg ugye Skót Louisiana is mellettünk lesz. Oké, visszajövjük a diplomatákat, akik most jelenleg éppen fölöslegesek, a törökök. Nem kellene bőlünk, köszönik szépen, a lengyelek ellen harcolnak, akik megtámadták a Krímet. A legutóbbi háború után nincs igazán nagy hitem a török hadsereg ütőképességében. Most toljuk tovább egyre a diplótekket. Jó, Pisa és Siena föllázott, Siena leverve, verjük le Pisa-t, közben leviszik az autonómiát, mert kihasználjuk azt, hogy most éppen nem igazán lesz kedvük lázongani egy ideig. És már csak az osztrákok, meg a velencélyek pattognak, velencélyek Isztriában, ha minden igaz. Ja igen, Isztriában. 400%-os elégedetlenség. Igazából, mivel csak adózik a terület és arra még nincs is semmi, ami növelné, adunk nekik autonómiát. Nincs semmi kedvem egy velencei lázadáshoz. Meghalt egy tábornokunk, Bonifáció, aki ennek a seregnek az élén áll, talán Franc se tudja. Ja igen, és az ország élén Pogyebrát Francesco áll, akinek az örököse Pogyebrát Giovanni Mária, aki remélhetőleg nem fog meghalni. Bár jó eséllyel megfogja, hogy ismerem a játékot. Ja, toljuk tovább a techet. Oké. Először is húzzuk fel a tőzsdéket. Építünk egyet Velencében, az biztos. Firenzében, Genovában. És Ragúzában. Aztán hol vannak a kereskedelmi flották? Ez mindjárt befut, upgrade-eljük. Hoppá! Nem fejlesztünk egy új könnyű hajó? Ja nem, az legközelebb jön. Ebből akkor viszont vannak transportok, amiket upgrade-elni kéne. Ja, az összes transportot upgrade-eltük, oké. És magot csinálunk Pízából. Hoppá, kiszállja meg Szicíliát. Az afrikaiak. Ó, ezek már egész éppen adnak afelé, hogy egyesítsék a magrebeket. És a cseheket választották meg német-római császárnak. Na, ez jó is, meg rossz is. Egyrészt jó, mert már nem kell attól félnem, hogy a száz császár akármit csinál. Ja, azért választották Mögendor a száz császárt, ha megtalálták, oké. Tehát nem kell attól félnem, hogy a száz császár itt össze-vissza kelykák húzik nekem valamit. Viszont innentől fogva a császárság többé-kevésbé érintetlen. Még szerencsé, hogy Ausztriából már kivágtuk a szükséges részeket. Ja, és mi nem akarnak velem szövetkezni, egyrészt mert szövetségesek a magyarokkal, akiket én éppen nem komálok. Főleg a kis itáliai akciójuk után.
Másrészt meg, mert ugye felbontottunk, nem, megtörtünk nemrég egy szövetséget velük. Szénát áttérítjük. Megteszik, ami a pápának nem ment. Apropó, kaptunk pápai befolyást, szóval ezt fel is használjuk. Eljön már magát Spanyolországot szállják meg. Hol van spanyol hadsereg? Ja, most elment Afrikába. Fuck. Ez véletlen hülye az emmi, amikor több kontinensen kell hadat viselnie. Elviszik az inflációt, amennyire csak tudjuk. Tovább tudunk tolni egy katona ideát, ezt meg is tesszük. Gyorsabb lootolás, az fontos. Ez lesz itt jó 5% morál. Meg a végén azt hiszem kapunk egy ilyet, hogy egyel több tábornokot fogunk tudni fenntartani. Tehát végre lesz egy admirális a flottánknak. És a lengyelek úgy látszik, hogy visszaszorulnak, ja nem, csak el vannak foglalva a krímiekkel. Mennek szétverni a törököket jelenleg éppen. Ja! Még jön 50 000 lengyel. Ezt a csodát lehet, hogy bebukják. Nem bukják be. Hát a török hadseregről ennyit. Jelentős lengyel veszteségek, még jelentősebb török veszteségek. Ja, és ezt az erődöt már itt lebonthatjuk. A lukait leszereljük, a pízait fenntartjuk. Ez az itt a pápa ellenes védvonal. Genovába akarok csillagerődöt építeni? Lehet, hogy nem ártana, mert igazából azért, mert fontos tartomány és közel van a fronthoz. Építsünk inkább egy manufaktúrát. Akarok még valami manufaktúrát építeni? Ja, Milánóba. Tényleg, és most Velencét is abszolút domináljuk, és Genovát is, ha minden igaz. Ja, ott az Anjouknak még azért van hatalma, már mint a való Anjouknak. Oké, okay, Pisa mag. Túlterjesztődésre ment, plusz reputáció. Szuper. Foglaljuk el Augsburgot, esélytelen. Gyűjtsünk rakáspénzt, nem közt. Legyek pápai irányító, totál esélytelen. Gyűjtsünk pénzt, próbáljuk meg legalábbis. És elfogadjuk a toszkán kultúrát, szupé. Ez úgy meg fogja dobni a bevételünket, mint a fene. Tehát ezeken a területeken már nincs ez a mínusz 33%, ami... Ja nem, aztán nekünk csak mínusz 25%, mert egy kultúra csoportban vagyunk, csak nem elfogadott kultúra volt eddig. Meddig tart a pápai tűzszünet? 63-ig. Lengyelországban egy pogyebrád örökös született. Az a probléma, hogy eddig is a pogyebrádok voltak a lengyel trónon, tehát ezzel nem mentem sokra. Rómára fabrikálunk viszont egy jogot. Aztán Nápolyra. Cseh kell növeljük kapcsolatokat. Most miért utálnak? Casus belli. Ja, mert vannak birodalmi tartományai, amiket bitarlok. És most a fenébe, hogyha kivonnám a tartományaimat, akkor a csehek utálnának jobban. Oké, okay, még egy cseh császár, úgy tűnik tartják a trónt, eléggé stabilan. 6 elektorral, nem neveznek ki 7. elektort valamiért, és Dánia valahogy elektor. Ja, mert Holstein bevonta a birodalomba a területet? Aha. Irland ugye birodalmi terület lett ezek szerint, és Dánia elektor, oké. Okay. Mi a skótok küldetése? Ó, oh, Indiába akarnak bejutni. Mások itt egész éppen egyesítették az északi területeket. Perzsia meg furán megosztott, nem szokott ennyire szétkapott lenni. Írok meglepően erős, őket általában nektálják vagy a törökök, vagy a perzsák, de ugye az egyik most nincs, a másik meg inkább nyugatra fókuszál. Úgy látom, hogy egyelem továbbra is semmi meg a török hadsereget. Nagy erőkkel. Ó, oh, beívtak a csehek az osztrákok ellen, ez nem jó. Szembe kerülünk az osztrákokkal, a magyarokkal, Münster, a Würzburg és Memmingen, az utóbbi három nem zavar. Viszont le fog menni egyel a stabilitásunk, mert ugye osztrákokkal van egy házasságunk. Na mindegy, két stabilitás még túl lehet élni. Az Ipsi igazából már csak eléggé haszontalan, mert admin pontunk az nagyjából van elég. Bár toljuk az ideákat, de igazából azért, mert a legitimációnk a 100-on csücsül. Ja, megtartjuk, meg belépünk a háborúba. Ez a hadsereg megy és elintézi a magyar kikötőt és kikényszeríti a tengerre a magyar flottát, ez pedig megy Bécs felé szokásos módon. Ennek az ére pedig veszünk fel egy tábornokot. Ami azt jelenti, inkább rögtön Karintiát szálljuk meg, mert végül is az erőd, meg most éppen ott vesznek föl csapatokat. Oké, figyelme bevéve, a magyar flotta kikényszerül a tengerre. Úgy látom, az egyik kereskedelmi flottán bekapcsolódott a harcba, de a gályáink is simán nyernek. Bátori Károly vezeti a magyar flottát 1-0-0, hát nem sokkal jobb, mint az én nem létező tábornokom, már itt admirálisom. Remélhetőleg el tudunk foglalni pár hajót. Az aranybulla. Nice. Kreatív nevek. Oké, úgy látom, nem foglaltunk el semmit. Monferratban 2-vel növeljük a base manpowert. Hova menekült a magyar flotta? Remek kérdés.
Valóban eltűntek pedig. Trentóban megerősítjük az erődöt, mert ugye ez így lezárja az Alpokat. Meg a Trevizóit is akkor, és akkor mindkét irányból Itália teljesen védett. A magyar hadsereg harcol Mecklenburgiakkal, a csehek már mennek segíteni, hiszen megoldják ők. A Mecklenburgi sereget szétverik, az... Nem verik szét, oké. Ja, de szétverik, mert a csehek még egy tartomány odébb vannak. Mecklenburgi sereget szétverik, de a csatát nyerjük. Szerbek mellettünk? Wow. Ezzel igazából leszámolunk a frangol befolyással Közép-Európában. Magyarország ugye a szövetségük része, Ausztria pedig szerintem inkább feléjük fog húzni most, hogy szembe kerültek velem meg a csehekkel. És kidört egy albán lázadás, mert nem térítették át a törökök őket valamiért. És nem tudom, hogy most a lengyelek lefoglalják és megsemmisítik a hadseregüket, a törökök elbírnak-e a lázadókkal. Már itt Oroszország pedig megtámadta a lengyeleket. Ingil kitartja azt. What? Miféle háború ez? A lengyelek akarják... Moszkva Krímmel szövetkezett. Mármint Oroszország. Oké, tehát a moszkvaiak segít... Fuck! Az oroszok segítenek a krími tatároknak a lengyelek ellen, ez érdekes. Zagrebba dezertálnak, de nem indítunk rómot, mert tudjuk, hogy azok milyen jól működnek. Ezt a 400 embert viszont letaroljuk simán. Oké, irány. Nem, akkor megszálljuk Krajnát. Remek, gyorsabban fog helyrejönni az erőforrásunk a háború után, ami azt jelenti, hogy most is nem árt neki. Neveljük az örököst. Küldjük egyetemre. Vagy kap valamiből egy 6-os vagy 5-ös lesz diplóból is. Mind a kettő jó. Meghalt az egyik tanácsadónk, a diplomata fazon. Vegyük fel ezt a fickót. Segít a kapcsolatokkal, Krajna bevéve. Szétverik az osztrák hadsereget Karintiában. Boom, stackwipe. És megszálljuk Linzet. A Tiroli erődön nem fognak átjutni az osztrákok, attól nem félek. Hogyha meg akarja támadni a hadseregem, elegen sincsenek hozzá. Várjunk, hogyan? 38 ezeren vannak ott. Jó, ezenek egy része mozog, csak nem látom, mert logika. Na azért már rostromolják. Viszont nem fognak átjutni egy ideig. Mire átjutnak a Tiroli, én beveszem Bécset, hogyha nem úgy megy, mint Zágrábi ostrom. Ja, buru, ez jó, csak akarják Straubinget, oké. Zagreb bevéve. Everenceiek? Hála az ének, Mecklenburgiak. Oké, már megértem, hogy visszatért a fantom a sötétből. Nem, Velzid, annyira igaz, megsemmisítettük. Mamelukok bevették Ciprust és ott tartják magukat. Érdekes. És létrejött az Egyesült Magreb. Oké. Velük vigyázni kell. Még ha gyarmatokat is tudnak építeni, hogyha jól csinálják. Oké, már 6 bíborosunk van annak ennyire, hogy a pápát kidobtuk az egyházi vezetésből lényegében. Tirollal, ahogy számítottam, esélyük sincs. Morzsódik le a seregük, fönn a hegyekben állnak a télkerdős közepén. Én legalább igyekszem síságban tartani az embereimet. Na jó, elegindul a Stájerországtól, de azért mégse ostrom lakott. Van ide valami csajog, amit át kéne adnom? Ja, Salzburgot és Stájerországot átadjuk a cseh megszállásnak. Bécset nem fogjuk, mert azért nem szeretném, hogy Ausztria megsemmisüljön. Mert csak kicsit furcsa azért, hogy a lengyelek így körbefoglalták Szepest, igazából az egy fontos tartomány van ott. Nyilván eltekintve a stratégiai szempontoktól. Portugáliát szállják meg a skótok. A skótok. Azok ott kik? Brunei. Tehát harcolnak a svédekkel és a skótokkal gyarmati háborúkban, és Brunei dzsihádot hirdetett ellenük, és valamiért ahelyett, hogy megszállták volna a gyarmataikat, mások Spanyolország, wow. Inkább bejöttek és megtámadták magát Portugáliát. Az ott ki? Mir? Kínaiak? Óha! Kína kolonizálás sosem végződik jól. A takadák meg egyre közelebb kerülnek az, hogy egyesítsék Japánt. Fél Korea már az övék. Szép. Svédország nem tudom, miért nem hozzá létre Skandináviát, lehet, hogy kell hozzá Orhusz. Azt majd nem adjuk, ugyebár. Hogy azt jelenti, azt értem, hogy miért ilyen alacsony a war score. Jó, mindjárt megszálljuk Bécset, azt számítani fog, de akkor is már megszálltuk a félszövetségi rendszerük területét. Na gyerünk, Bécs!
esél elfele. Fuck, nem igaz. Biztos vagy benne, hogy nem éppen így kéne működni a véletlen számgenerátornak ostromokkor. Oké, ott nyertek egy csodát, aztán vesztenek egyet. Bécsbe véve, halleluja! Na menjünk oda, verjük szét az osztrákokat. Remélem, hogy jönnek a csehek azon 35 ezerrel. Ja, jönnek erőtelenemet ráadásul. Előbb volna bejárni, mint mi. Ami jó, mert ők fogják kapni az első hullámot. Mi csak jövünk és feltakarítjuk a csatát. Oké, Buda bevéve. Szálljuk meg a környéket. Ezt a hadsereget hazahozzuk, mert tél van, és nincs kedven lemorzsoltatni egynél több hadsereget, ha nem muszáj. Toljuk az ideákat, vagy toljuk a techet? Ez nagyon jól jönne. Ja, toljuk az ideákat. És be is tudunk vezetni elméletek új politikákat. Reputation nem lenne rossz. 10%-kal olcsóbb tanácsadók nagyon nem lenne rossz. Ja, ezt toljuk. Ugye állandóan 3 tanácsadót tartunk fönn, tehát ez rohadt módon segít a gazdaságunknak. Jó, Tirolban megvertünk valami osztrák kis regecskét, nem szenvedtünk veszteséget annak ennyire, hogy hegyekben voltunk, szóval nem minden, hogy komoly volt. Ja, ezért az osztrákok ennyire megerősödtek itt, bevették Frankfurtot. Oké, annyi megszerjük Szlavóniát. Ha jól látom, van egy textilmanufaktúra? Azt hiszem, az egy textilmanufaktúra. Ott látszik a térképen. Ja, textilmanufaktúra. Oké, megszálljuk. Admin pontok, ezeket fel fogjuk használni, mert csak, hogy levigyük az inflációt. Hadiadóra jelenleg nincs szükség. Megvagyunk anélkül. Pont itt a tél vége, szóval pont jókor megyünk ostromolni Szerbiát. Nem tudom, hogy miért nem ütik ki a magyarokat. Már kilépnének szerintem. Ja, toljunk egyel az ideákon, aztán utána toljuk tovább a techet. Ez ugye fontos lesz, mert itt kapjuk meg az új gyalogságot. De azért az 5% morálbusz nem rossz. És utána tolunk a diplódákon is. Memmingen kiugrott. Oké, az osztrák oldal gyengül egy kicsit végre. Az osztrákok, ha jól látom, megint mennek megostromolni Tirolt. Ja igen, és itt van az erődrendszer hülyeség, az emmi mindig vissza tud menni a saját területére. Akkor is, hogy ott van 2 erődő, ami nem engedi át. Na mindegy. Ezen az erődhármason másnál nem minden, hogy akárki átjutna a játék végéig. Esetleg, hogy eljutunk a napolani korszegé, és jön valaki egy 1 milliós hadsereggel, akkor talán áttör. De 3 csillagerőt fönn a hegyekben eléggé áttörhetetlen. Ja, a protekcionizmus. És ugye minden igaz, a trentói erőd, akkor sem tudok átmenni, hogyha beveszik Trevizót, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. Meg ugye akkor mindig ott lesz Verona és Ferrara. Az igazából végtelenségig fenntart akárkit. Ezt majd itt ki kell tolnunk. Csak először majd még tovább nyomjuk a teket egyel. Meghaltunk. Semmi gond, van egy régens tanács, akik pocsékak. Természetesen. Most nem is tudom levinni az inflációt, mert stabilitásra kell költenem az admin pontjaimat. Nem, vigyük le az inflációt. Hol van a hadseregem? Ja, otthon csücsül, oké. Tehát nem csatába haltunk meg. Oké, megszálltuk Sopront. Itt mi épül még? Ja, manufaktúrák. Ja nem, megszálltak a magyarok Sopront. Ó, ellentámadás indult. 28 000 osztrák. Hol vannak a csehek? Az ő háborújuk, nem hogy nekem kelljen megvívni a legnagyobb csatákat. Jó, mondjuk már nem 30 akárhány ezren vannak, csak 20 akárhány ezren. De akkor is, hol van a cseh hadsereg? Hova lettek? Ja, ott vannak, oké, már jönnek. Abban a pillanatban, hogy ó, oké, vége a háborúnak. Tehát, Ansbach, Salzburg, Steyrország és Straubing. Ejha. Cseh nagyon kiterjeszkedtek, meg Türingiát is, ha jól... Ja, rohadt módon kiterjeszkedtek. A teljes szövetség rovására, nem csak Ausztriára, nem csak Ausztriáira. Hogy néznek ki most koalíció ügyben? Mert ez eléggé... odavág. Ja, a németek nem igazán komálják őket. Az anzsuk se, a spanyolokra gondolom nincsenek hatással, rám se annyira, meg a magyarokra se, de a császárságban nagyon nem kedvelik őket. Igazából azt nem akarom, hogy kialakuljon egy közvetlen cselengyel háború. Mert akkor választanom én a kettő között, és igazából addig tudom Közép-Európát dominálni, amíg mind a kettővel szövetséges vagyok. Spanyolországgal növeljük kapcsolatokat, miért megszakadna a szövetség, vagy valami hasonló. Oké, csehekkel házasodunk, lengyelek imádnak minket, dánokkal nincs igazán akar jópofizni. Ja, növeljük a skótokkal is kapcsolatokat. A
aztán megfabrikáljuk a jogot hamarosan Nápolyra, és megint nekiugrunk a pápának, tűzszünet már lejárt. Ausztria megint házasságot ajánl. Nem tudom. Ja, szövetkezünk Ausztriával. Skótokkal közel maximumra kapcsolatban, nem visszajuk egy kicsit a diplomatát. Szövetkezünk Ausztriával. Remélem most nem mennek bele megint egy ilyen őrült svájc ellenes háborúba, és nem vegyük kapcsolatokat. Hoppá, ezek a lotharingiai szeparatisták úgy tűnik nem nyernek, oké, már megijedtem. Zanzsuk még azelőtt szétesnének, hogy én nekik mennék. Már csak az kéne. Oké, Spanyolország a pápa. Ez várható volt, 6. Sándor. 7. Sándor, oké, és egész jó pápa, wow. Apropó, mennyi idő van még a régens tárcsom végéig? Még 6 év. Csak mert addig hiába fabrikálom ugye a jogaimat. Hoppá! Oszmán török forradalom. És harcolnak, Medri. Ez meg mi? Nem tudom, de koptok és keresztes hadjáratot hirdettek a törökök ellen. Tehát megint úgy látszik, lesz egy kopt egyiptomunk. Ezek? Ezek megtámadták a törököket. Ezek jobban kimerültek, mint gondoltam. Azt a rohadt. 2134 dukát? What? Vagy 10 évig erősödik a kereskedelem? Milyen 2000 dukát? Foglalj el Vátot, nem mert császárság, Augsburg nem mert császárság. Várunk a küldetésekkel, oké. Visszajövjük a spanyol diplomatát és elkezdünk jogot fabrikálni Rikára. Előkészítjük a teljes offenzívát Zangevin szféra ellen, hát ha arra kerül a sor, hogy hadba kerülünk velük. Inkább azért, mert most nem tudok kit megtámadni, aki, ahogy a pápát berángassam egy háború, talán Szerbiát. De ők meg a csehekkel szövetségesek, tehát őket nem akarom. Tehát valószínűleg fabrikálni fogunk egy jogot Albengára, és hoppá! Nápoly segítséget kér Korfunál. Oké, belépünk. Kiküldjük a flottánkat, és blokkádra levonjuk Korfut. Ami azt jelenti, lehet, hogy fel kéne hajóznunk a tengerszorosokig és blokkád alá vonni magát Konstantinápolyt. Nem tudom, mennyi maradt a török flottából. Nem úgy néz ki, mintha sok lenne. Bár nem tudom, mi pusztította volna el, tehát a lengyelek fekete-tengeri flottája nem olyan rohadt. Ott vannak! 30 hajó. Nem olyan rohadt nagy. Oké, a lukkai erődöt felemeljük, mert nem tudom, hogy ezek transportálnak-e valamit. Közben... Oké, vesztünk 25 admin pontot a blokád miatt. General blokád alá vonták, ez kivételesen tényleg amúgy eléggé vészes. Hoppá! A minek megtámadták a portugálokat, gondolom Taiwan egyik tartományáért, akinek segítenek a frangolok. Fabrikálunk egy jogot Albengára, aztán majd fabrikálunk egyet Dragonyonyonra. Megpróbáljuk egy kicsit kiterjeszteni itt Provence-ra a szféránkat, mert a területünket. Úgy látom, Nápolynak nincs rég ember az, hogy ostrom alá vonja Korfut, ez egy kicsit szánalmas. Akkor minek támadtál, te marha? Hol vannak a hadseregeim? Nem tudom, hogy ki akarom az egyiket szállítani a Balkánra, lemorzsódni a fenébe. Aztán blokkád alá vanom Konstantinápolyt és annyi warscore-t adok, amennyit tudok. Ó, a Magrebek is ellenünk vannak, remek! Egyúton viszont úgy tűnik vesztenek a török. Oh shit! Ezt talán nyerjük. Talán megvan hozzá a technológiai fölényünk. Meghalt az erőderősítő fazanunk. Vegyük fel ezt, aki fizet magáért, mert lejjebb viszi hadseregünk fenntartását annyival talán. Tolunk egyet a stabilitáson. Ó, remek a játék, megint úgy döntött, hogy szarba vagyunk. Mi a fene ez? Komolyan értem? Tehát... rendben, de ez esemény, ez nem lenne elég egyszer? A diplótekünk a legkevésbé fontos, vigyük le azt. Megújítjuk a házasságot a nápolyiakkal. Eközben a török flotta hajókat veszít, viszont még mindig túlerőben van, a morájuk viszont eléggé pocsék. A velencei jövőben a kereskedelmi flottánk vereséget szenved, haza is hívjuk őket egyébként. És... ja, ezek a lovasaim. Hol van a flotta? Verona, az erődöt felemeljük, nehogy az ellenség meglepedésből parra szálljon és kiüsse a flottámat. Merint a kereskedelmit. Úgy látom, ezt a török flottát viszont itt legyőzzük. Kis szerencsével. Mi is hamarosan elkezdünk hajókat veszteni. Hát 2-3 hajónk szarba van, de a törökönnek még inkább. Ja, ezt jó esélyen nyerjük. Egy hajót vesztettünk.
Viszont elfoglaltunk egy Galleont, a török pedig vesztetik egy rakáshajót. És blokkád alá vonjuk Konstantinápolyt. Amit ostromra tartanak a fordalmárok. Oké. Okay. Egy hajót elvesztettünk, lemorzsódás. Hozzuk őket, nem tudom őket hazahozni, mert török flotta. Hozzuk őket az a Genovába, azt mondja megoldható. Abruzzira elszállt a jogunk, ezt újra fabrikáljuk. Ami azt jelenti, most fabrikáljunk először Nápolyra. Ahol rögtön le is elpleszték az ügynökünket, szuper. Gyengének nézünk ki, nem vagyok benne biztos, hogy miért, most semmit töltünk meg a török flottát. Ennek olyan presztízs kéne hoznia, mint a fene, de mindegy. Spanyolországgal házasodunk, remek. Úgy látom, nem vesztettek területet a Magrebek ellen, és végre anektálták Galíciát. Ami azt mondja, Galíciát már jó régen nem láttam már, vagy 20 éve anektálták őket, csak nem figyeltem. Jó, de megtalában is Svájcot, de császárság. Abrából a császárság száz, hogy kicsit sem fog megreformálódni a következő években. Lehet, hogy fel is bomlasztom majd, hogyha szembe kerülnék a csehekkel. Két reformig eljutottak, de ennyi. A nápolyi flotta szarban a Fekete tengeren, de jelenleg nem áll módonban kihajózni oda. Ajjaj, magrebi inváziót érszelek. Növeljük mindenkivel a kapcsolatokat. Ezzel ki is van pótolva az, hogy az osztrákokkal nem volt időm jópofizni. Oda fabrikáljuk a jogot. Csehekkel kimaxolva, lengyelekkel nem annyira. Abrobot, ha most megtámadnám magát az Anzsami Birodalmat, nem tudom, mert régen tanácsom van, tehát még megnézni sem tudom, hogy mi lenne. Hoppá, ezek bevették fél Egyiptomot. Azt a rohadt. Irak, ha jól látom, szarban van. Tudnék tolni a katona idáimon, de most inkább a tekhet toljuk tovább, azóta ugye mondtam, hogy fontos. Diplomáciában nem vagyok biztos, valószínűleg inkább a tekhet tolnám, csak az most ugye drága is, tehát lehet, hogy inkább az ideákra fogunk rámenni. Ez a török fordalom egész sok tartományt bevett. Na jó, megyek és blokkád alá vonom Konstantinápolyt, meg még Zemi totál elveszti a háborút. Komolyan nincs elég ember az, hogy megostromolja a céltartományt. Mi ez? Ennyire nem lehet hülye az Zemi. Ja, csak ott lemorzsódok, mint a fene. What? Várjunk, Konstantinápolyt nem tartom blokkád alatt. Nem, valamiért Konstantinápolyt nem tartom blokkád alatt. A játék úgy döntött, hogy azt a tartományt pont nem fontos blokkád alatt tartani. De legalábbis nem tudok róla, hogy lenne módszer arra, hogy dezignáljam, hogy mi az, amit blokkád alatt tartsanak, és mi az, amit ne. Ó, török flotta. Hát ez szánalmas. Ez nagyon szánalmas. Kész van a claimünk az egyik tartományra. Fabrikáljunk egyet draganyanyonra. A magyar oldalon fabrikálunk egyet humra. Miközben kivel harcolnak ezek? Liège, Nassau, Lengyelország, milyen háború ez? Liège megtámadta a Hainaut tér Burgundiát, ha minden igaz? Ja, Burgundiát. Mert hogy marad belőle. Hát ez eléggé szállalmas volt török oldalról. Veszettek 9 gályát, egy csatahajót és 2 transportot. Ja. Hazahozzuk ezt a flottát. Azt hiszem egy hajót elfoglaltunk, de nem írta ki a játék, hogy mit vagy, csak nem figyeltem. Belefutunk a Magreb flottába. Az egy kicsit veszélyesebb, van morálja. De ezt is ledaráljuk, technológiai fölény meg minden. Jó, van egy új transportunk. Az ott viszont még egy török flotta, amivel már nem inném, hogy elbírunk. Ja, hazahozzuk Szienába a flottát, hogy helyrehozzuk őket, aztán felszabadítjuk a Velencét a blokkád alól. És rátoljuk az ideáinkat, ettől van könnyű lovasságunk. Legyen ez a turbóroham sok lovasság, és legyen... Legyen egyszerű sorgyalogság. Veszítsünk két merkantilizmust. Vagy kapunk két merkantilizmust. Nem vagyok érdekelt abban, hogy akármerről tereljen be Itáliába a kereskedelmet, csak begyűjtök ott. Meghalt a kancellárunk. Alias legitimáció fazon, ahogy azt hiszem egyszer hívtam. Fölveszünk egy másikat, mert most lemegy a legitimációnk a régenségtől. Ja, egyelőre ennyi. Közben gyűjtjük a rohadt sok pénzünket arra, hogy letámadjuk a franciákat. Mármint a frangolokat. Genovába felemeljük az erődöt, és Milánóba úgy szintén. Egy szintet tolunk rajtuk. Megad egy filozófus, lássuk, hogy kapunk-e valami jó tanácsadót helyette. Egy inkvizítor nem éppen, ami nekem kéne.
Giovanni Mária közben szépen öregedik és közelebb kerül ahhoz, hogy átvegye az irányítást. Két török flotta, az egyikben egy rakás transporton, a másikban viszont gályák. A gályákkal nem bírunk el, túl sok van belőlük. Oké, egyszerű békét kötöttek. Szupi, oh fuck, Magyarország és a pápa. Oké, belépünk. Ja, csak a pápa éppen úgy döntött, hogy van engedély átjönni a területemen, szuper. Nincs is ennél jobb. Na mindegy, megvannak a jogaink. Gábrudzira nem fabrikáltam újra a jogot, fák. Na mindegy, megyünk, megszálljuk Likát és Rómát. Ott megállítjuk a pápaiakat, azt az ezer embert még miért akárhol mennek. Oké, rendjelképpen ostromolják Budát. Én ostromolva veszem Horvátországot, meg remélem, hogy megkapom a pápai tartományokat. Hogy jó fény az emi, akkor megadja. Oké, Dragonyionban lelepezték az ügynökünket. Biztos sok volt őket az információ, hogy nem vagyok éppen a legjobb kapcsolatban velük. Ott szétverik Dalmáciába azt a magyar hadsereget, valószínűleg technológiai fölényem van. 23 nincs, ami azt illeti. De szerintem elbírunk velük. Tényleg Magyarország nyugatiasodott? Ja, még valamikor nyugatiasodtak. Na lássuk. 100 gyalogság, és szárnyas huszárok. Szerintem elbírunk velük, tüzérségben pedig fölényük van, de nekünk meg lovasságban van rohadt nagy fölényünk. És szerencsére azt a szuperoffenzív sok lovasságot választottuk, tehát... ja, ledaráltuk őket. Megyünk, beveszünk Zágrábot. Közben a másik haderő ostromot tartja Rómát, remélem, hogy nem zárul le a háború, miatt még bevenném. Ahogy elnézem, most ostromolják Burgundia utolsó tartományát. Ki van még? Ja, csak ezek, oké. Ez a három. Vezítsünk 10 presztízst, abból most van bőven. Meghalt Henry Stuart, római tűzörököse Arthur, meg is újítjuk a házasságot. 1-4-1. Neki is annyi szerencséjük van az uralkodókkal, mint nekem. Bár Giovanni Mária jó lesz. Oké, Rómát bevettük. Megsemmisítjük azt a pápai hadsereget, aztán megszálljuk Umbriát, és utána menjünk megszállni a Nápolyt. Nincs hozzá kedvem, hogy ezek 2000-en felszabadítsák Umbriát. Köszi is! Köszi, hogy megadtad a tartományt, amit claimeltem és megszálltam. Még az emmi annyira seggfej tud lenni ilyenkor. Na mindegy. Ez mások az azért rohadt idegesíti most, mert a pápával tűzszünetünk lesz, tehát nem tudom megtámadni őket én magam. Azért akarom, hogy megkapjam békébe a tartományokat, és azért lett volna jó megkapni Likát. Az, hogy elvágtuk volna a magyarokat a tengertől. Tehát ugye, ha a tengeri háborúra kerül sor az Anzsevinek ellen, amit nagyon nem akarok mellesleg, akkor nem állnék két fronton támadás alatt. Na mindegy. Apropó tengeri háború, készítsünk pár gályát. Erősen kétlem, hogy elbírnánk az Anzsevin flottával, építünk pár csatahajót is. De így legalább esélyünk lesz ellenük. Tudom, kicsit forszimit fölé mentem, de nem akkora probléma egy-két hajó esetén. Ilyen flottáknál. A riválisunk riválisa. Oroszországgal növeljük kapcsolatokat. Miért ez? Melyik riválisomnak a riválisa? A töröknek? Ja, a töröknek, oké. Okay. Ó, elfogadnak egy szövetséget. Érdekes. Az a baj, hogy nem tudnának bejönni Európába, mert ott van Litvánia. Márint, ja, Nyugat-Európába, meg Kijev. Ahogy elnézem, úgyis eléggé keletre fókuszálják a terjeszkedésüket. Szerintem hamarosan elkezdenek kitörni a harcok mindenféle kínai meg koreai államocskákkal. Közép-Ázsiáról ne is beszéljünk, oda száz, hogy benyomulnak. Ó, Tabaresztán, de megerősödtél. És szuniták lettek. Ők sítaként kezdenek, ha jól emlékszem. Ezek meg a kurdok. Azt a rohadt. Lehet, hogy lesz egy kurd perzsiánk. Az oszmán törököknél fölázottak a nemesek is, most a forradalmárok után. Ó, ezek meg reakciósok, azon meg magyar szeparatisták Temesvárat, az várató volt. Nem térítették át, nem változtattak kultúrát, ilyenek. Na Lézs! Légy szíves, ezeket a tartományokat úgy nekem. Sisszeld ide békében. Ami azt jelenti, hogy külön békét kéne kérnem és követelnem azokat a tartományokat. Csak Lézs elmenne le a kapcsolatom, amikor pedig nem éppen a létfontosságú szövetség. És én, ja, de Lézs felé nincs warszkorom, mert az ő tartományaikat nem szálltam meg, csak a pápaiakét. Meg úgy lenne Galambom aláírni a békét. Galambér hiányban szenvedünk. Feltaláljuk az alkotmányt, szupi! Be akarok vezetni alkotmányos monarchiát? Nem kimondottan.
Maradunk az abszolutizmusnál. Majd váltunk fel a világosult abszolutizmusra. Majd eljön az ideje. Ez az! Megkaptuk Rómát és Umbriát! Pont akkor, amikor előttem az admin pontjaimat. És hatalomra került Giovanni Mária, akinek az örökös ez Sforza Mária. Jó, Rómában tartjuk az egyik hadsereget. A másik hadseregem hol van? Ja, ott, oké. Nem látom a saflottától, az maradott, ahol van. Lee is kiterjeszkedett, hamarosan létrehozzák szerintem Belgiumot. Hogyha meghalna az uralkodónk, legyen a... Régens tanács élén egy erős nemes. Hé, mihez kaptam plusz egy pontot? Ja, a Róma megszállása, ez nem jó. Ja, mert katolikus vagyok, tehát becseszik, hogy megszálltam Rómát. Annak ellenére, hogy kijelentettem, hogy nem a pápa az egyházam feje, tehát ennek szerintem számítania kéne, de mindegy. Ez leviszi a reputációnkat meg ilyenek. Lehet, hogy át kéne térnünk másik vallásra, de abból szerintem vallásháború lenne. Főleg, hogy nincs egy tartományunk semmi. Luteránus lenne, vagy kálvinista. Na mindegy, ez van. Majd bekórozzuk aztán, akkor talán nem számít, de nem vagyok biztos. Meddig tartom megépíteni ezt? 30 hónap. Addigra talán összejön a pont arra, hogy bekórozzam azért. Á, megyünk fel itt egy csillagerődöt, és leszedjük a firenzeit, mert már értelmetlen, meg leszedjük a partmentieket, mert jelenleg nem állunk tengeri háborúban. Sőt, semmilyen háborúban nem állunk. A Genovait fönntartjuk. Mert az ott ugye úgyis ott van a, hogy is hívják, a frangol határon. Igen, frangoloknak fogom hívni őket mindvégig. Mi a... Nem tudom mitől van... Nem tudom mitől vannak amúgy ezek a random laggok. Megint. Nem tudom mi ez. Eddig nem csinálta. Közben az oroszokkal megy fel a kapcsolatunk. Harcolnak a törökökkel. Trebizonnal segítenek elfoglalni Kefét. Komolyan? Ja. Segítenek Trebizonnal kefélni, oké. Okay. Lejött a főüzenet. Ó, micsoda lázdás. Reakciósak ráadásul. Mondjuk a törökök despotikus monarchiában vannak, tehát nem tudom, hogy ennél hogy lehet reakciósabbnak lenni. Ott meg gondolom, hogy itt van szeparatisták? Mameluk szeparatisták, wow. Nem is tudtam, hogy ilyenek vannak. Na, várjuk meg, amíg kimegy a kereskedelmi flottánk innen. Ja, akkor nem várjuk meg. Csak mert akkor könnyebb kiválasztani mindent, ami nem az. És kihozzuk őket a főflottánkhoz Genovába, és egyesítjük az egészet. Egy flottát fogunk alkalmazni. Nem lesz idő. Igazából azért nem több flottát alkalmazok, mert egyszerűen nem lesz időm arra, hogy figyeljem a tengeri harcokat a szárazföldiek közben, és nem akarok elveszteni a flottát azért, mert hoppá, éppen nem néztem oda, amikor megtámadtak az anzsuk. Bárint a frangolok. Pont most lett olcsóbb a hajóimára természetesen. Na mindegy. Tehát van 10 csatahajónk, most már mind korszerű. 24 gályánk és 15 transportunk. Emellett mellettünk fog állni a spanyol flotta. Ami nem úgy látom, mint túl nagy lenne sajnos. Na mindegy. Tényleg Spanyolország? Spanyolország úgy látom monopolizálja Indonéziát lényegében, hogy azok ott nem portugál gyarmatok, de azok ott portugál gyarmatok. Tehát Brunei dzsihádot hirdetett, és nem ezt szállta meg, hanem ellent elhajózni Portugáliába. Váó. Wow. Spanyolország másnak totál kolonizálja Ausztráliát. Miféle háború ez? Mutapa. Az meg mi? Afrika? Afrika. Ah, terjeszték ki a Dél-Afrikájukat. Ja, ezek itt, oké. Okay. Itt van le 44 ezer emberük, hát ez nem igaz. És hányan vannak Spanyolországban? Senki. Ja, az elmi meg a több kontinenses hadviselés. Umbriára megfabrikáljuk a jogunkat. Igen, megfabrikáljuk. Nyelvújítunk. Romániában nemes lázadók. Ezeket szétlacsantjuk. Az oroszokkal pedig mindjárt szövetséget kötünk. Mert csak valamiért szövetkezni akarnak házasodni, nem, ezt nem tudom miért csinálják. Messze vagyunk, de ez a szövetségnél nem zavarja őket. Na mindegy. Először szövetkezünk, utána házasodni is fognak szerintem. Nem, úgy tűnik nem. Nem akarnak házasodni. Na mindegy, megvan a riválisunk rivális. Egyáltalán kapcsolatunk van, de ez csak egy diplópontba kerül havonta. Építsünk egy nagy flottát. Hát Forstemit felett vagyok, szóval azt nem fogok. Pusztítsam el Augsburgot, amint mondtam, esélytelen, vált úgy szintén. Svájc kikkel szövetséges. Augsburg Ulm-Württemberg, esélytelen, hogy berángassam őket egy háborúba. Augsburg kivel szövetséges. Münster, Szászország, Svájc. Van Szászország, váó, Lipcsébe. És katolikusak. Nem tudom a csehkom, hogy miért nem terjezgetik a hivatalos vallást a birodalomban, de mindegy. Látszik, hogy nem Lotharingia a császár. Meddig tart a magyar tűzszünet? Még egy évig. Akkor lehet, hogy a magyarokon keresztül fogjuk megtámadni az anzsukat, mert akkor segítenek a lengyelek meg a csehk. Ha megtámadom magát a frangol birodalmat,
Segíteni is, Spanyolország. Ó, akkor is segítenek, oké. Hogyha megtámadom a pápát, akkor segítene. Nincs kázus Berlin, de mindegy. Nápoly és csá. Csehország és Skócia. Hogyha pedig a magyarokat támadnám meg, nem segítene senki, kivéve Csehországot és Skóciát. Oké, akkor valószínűleg az Anzsukat fogjuk megtámadni közvetlenül, csak akkor a teljes szövetségi szférájuk bejön. Tehát mellettünk lenne egy Líz, Hollandia felől, egy Spanyolország, ugye délről, egy Csehország és egy Lengyelország. Ellenünk pedig egy pápa, akit ledarálunk Itáliában, Portugália nem lépne be egyelőre, de valószínűleg befog. Egy Haiti, akivel a gyarmatokon lesznek gondok, és egy Magyarország, akit ledarálnak a cseh meg a lengyelek. Tehát elképzelhető, hogy szét tudjuk verni az Anzsukat egy háborúban. Viszont először magot akarok fabrikálni Rómára. Az most fontos lenne. Azon még el fog tartani ideig, főleg hogy ott most még épül az a csillagerőd. Szóval nem kb. Pont addigra lesz meg az admin pontunk ahhoz, hogy magot csináljunk belőle egy év. Akarunk fölvenni esetleg egy jobb tanácsadót? Most megvan a legitimációnk. Ez a fickó egész jó lenne. Ja, fölvesszük. Rád meg szükség van, mert ugye most mindenki utál minket, mert megszálltuk Rómát. Remélhetőleg kapunk majd belőlük valami pozitív eseményt is. Ó, megépíteném a Suezi csatornát, hogy az enyém lenne Suez. Oké, közjáték. Ja, Rómára magot kell csinálnunk, és egyébként létre tudjuk hozni Itáliát. Apropó, elkezdünk jogot fabrikálni mindenfele. Az Anzsúk közül jogot fabrikálunk legyen Lyonra, nem, Dauphinra, mert jobban védhető terület, ugye hegység, ide is erődöt fogunk akkor építeni. Jogot fabrikálunk Abruzzira, a pápa részéről, és erre itt a magyarok részéről. Megpróbáljuk minden irányban kiterjeszteni a határunkat egy háborúval. Umbriára hamarosan kész a jog. Magyarokkal lejárt a tűzszünet. Nápolyt átengedjük, mert jó fejek vagyunk. Megint megtámadtak a törököket, vagy mi van? Albániát. Ó, létrejött Albánia. Érdekes. Ritkán szoktak elszakadni. Trebizon totál megszállja törököket, akik úgy látom, hogy leverték a reakciósokat, kivéve Egyiptom botta nemesek lázonganak. Oké, Umbria mag. Hamarosan meg lesz Róma is. Meg hamarosan elkészül a csillagerőd, és mitől lagolunk ennyire? Mi a... Vadda... Játék, ugye nem fogytál le? Oké, nem. Na, mondjára elkészül a csillagerőd, és pont meg lesz a pontunk a joghoz. És a stabilitásunk egyes, de ez van. Szeretem kettőn tartani egyébként. Gondolom már észrevettétek. Vezítsünk pár diplópontot, persze, mert ahhoz van kedvünk. Oké, magot csinálunk Rómából. Mondom, magot csinálunk Rómából. Akkor a manapság a force limit egy tartománynak, hogy a 60 rugó, nem? Jaj, a 60.001 csíkságos tartománynál. Nem baj, felemelünk még egy 40.000-es hadsereget valószínűleg. 41.000 emberre van kapacitásunk, hozzunk létre egy templétet. Jó, van a shiftet játék. Ez összesen 34-44 ezer ember. Kicsit visszavezünk a lovasságból, kicsit visszavezünk a tüzérségből. Ez 40 ezer ember, adjunk hozzá 1000 tüzért. És készüljenek ezek mondjuk 10 tartományban. Úgyhogy fölveszünk egy teljes templét német, és toborozzuk őket össze mondjuk... Milánóra, ott most éppen nem áll hadsereg, ha jól látom. Hol van a másik hadsereg? Ja, Rómába. Ja, egy év alatt elkészülnek, oké. Viszont én most megyek és kiderítem, hogy mi a fenétől lagolunk ennyire. Oké, nem tudom mitől lagolunk, de remélhetőleg most elmúlt. Na mindegy. Korzika melyik régióhoz tartozik? Itáliai régió, oké. Csak mert amikor létrehozzuk az itáliai királyságot, a teljes régióra jogot fogunk kapni, és ezt megpróbálom majd levágni a franciákról. Tehát valószínűleg megpróbáljuk majd bevenni Provence egy részét, megint kezdődik a lagolás. És a szigeteket. Meg ugye nyilván a liguriai partokat teljesen megpróbáljuk elfoglalni. És Nizzába majd odavágunk egy csillag... Ami azt jelenti, hogy Nizzába odavágunk egy csillagerődöt. 600 dukátonba fog kerülni, de megéri. Közben tábornokot csinálunk. Azt a rohadt! Giovanni Ária, meg vagyunk áldva veled. Oké, te vagy ennek a sernek az élén. A harmadikat majd akkor veszük... What?
Ja igen, mert az egyik, egy admirális. A harmadikat a háború elején fogjuk felvenni. Ugye most három vassággal fogunk operálni a háborúban. Oké. Jó, ez elviselhetetlen. Megpróbálom még párszor újraindítani a játékot és kideríteni, hogy mi a fenétől van ez a lag. Na, most remélhetőleg jobb lesz. Nem, ugyanúgy lagolunk. Szuper, nem tudom, akkor nem tudom, hogy mit csináljak. Abszolút lövésem sincs. Adda. Játék. Ez rosszabb lett, mint volt. Nem, oké, úgy látom, hogy most megjavult. Szuper. Na, elméletre most minden szuper lesz. Úgyhogy... Fuck. Úgyhogy szedjük össze azt a hadsereget. Na. Ó, oh, remek reprezentációt követelnek az emberek, hurrá. Isztria és Nidza. Isztria nem fog fellázadni, Nidza fel fog lázadni, Nidza nem fog fellázadni. Hát akkor rácsesztek. Tengerészi verseny az oszmán törökök ellen, ez hajók számában van megadva. Arra esélyünk sincs. Próbáljuk meg elfoglalni ezt a tartományt, amire éppen jogot fabrikálunk. Mennyi a force minimum? 106 ezer? 101 ezer, oké. Tehát... A rohadt lagokkal... Most játék, 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 lenyugsz. Oké, lejjebb veszik a sebességet, lehet, hogy akkor jobb lesz. Nem is tudom, mert mit akartam kezdeni mondani. Na mindegy, valamit elkezdtem, az biztos. Az a lényeg, hogy készülünk erre a fucking háborúra. A spanyol hadsereg hol a büdös életben van már megint? Nem hozták őket haza Dél-Afrikából? De nem ám. Most hozzák őket haza. Mondd, hogy most hozzák őket haza. Oké, azt hiszem most megy értük a flotta, tehát hazahozzák őket. Halleluja. Azt a rohadt Spanyolország! Wow. Oké, Afrika a spanyol, oké. Kivéve Madagaszkárt, az portugál. Portugál ugye szövetkezne velem, de ők ugye Angevin szövetségesek, tehát értelmetlen próbálkozni. Viszont Spanyolország úgy, ahogy megette Ausztráliát. Takedák terjeszkednek mindenfele. Japán is próbálkozik, nem igazán megy neki. És Rómára kész a magtár, de ide tudjuk hozni az itáliai királyságot. Létrehozzuk most. Hol vannak jogaink? Kezdjünk egyet fabrikálni még Lyonra. Szívem szerint Provence-ra fabrikálnék, de ott nem engedi a játék. Az itáliai régióra fogunk kapni. Kilinnél melyben letted? Portugália és Haiti eléggé haszontalan lenne ellenük jogot fabrikálni. Portugália éppen kitört egy trónkövetelő lázadás, amivel nem bírnak el, ha jól látom. Oké. Okay. Elkezdjük északrendelni a hadsereget. Giovanni Mária fogja vezetni az egyik irányt. A másik irányt pedig Massil... ő. Savoia felől. A harmadik hadsereg pedig feljön Monferratoig, és ott fog készenlétben állni a támadásra. Tavasszal indítjuk a támadást. Tovább toljuk a dipló ideáinkat, mert a techre most nincs szüksége, és az infláció visszavétel az segít. Lázonganak a toszkánok és a pápaiak. Majd letörjük őket katonai pontokkal, ha kell. Milyen a frangol haditek? 22-es. Jobb haditekünk van. Hoppá, nincsenek meg még az új egységtípusaik. Tehát, hogyha gyorsan csatára tudjuk őket kényszeríteni, akkor lehet, hogy nyerni fogunk. Ja, lehet, hogy nyerni fogunk. Tudom, biztató. Ó, létrejött Belgium, Lizs létrehozta. Oké. Okay. Tehát, Belgium mellettünk, Spanyolország mellettünk, Csehország és Lengyelország mellettünk, Skócia nem. Ellenünk a magyarok, Haiti és a pápa. Ne, a pápa. Nincs elég ember arra szerintem, hogy átörjön az első erődjeimben. Kicsit demorzsódunk ott a hegyekben, tudom. De az ellenséges területen tényleg még inkább demorzsódnánk. Január 1-én kikiáltjuk az itáliai királyságot. És februárban indítjuk a háborút. Bum, mi vagyunk Itália. What? Na azért, új ideák. Mivel létrehoztuk Itáliát, megkapjuk az új itáliai ideákat, amik egy kicsit faszábbak, mint a nápolyiak. 10%-kal erősebb zsoldosok, 25% manpower, 15%-kal olcsóbb és erősebb gályák, rakáspénz, gyors magvasítás. Ausztria megtörte velem a szövetségét, for some reason. Miért is? Nem bíznak benne, nem is tudom miért.
Na mindegy. Hogyha a franciákkal próbálnak szövetkezni, akkor szétkapjuk őket. Elvesztettük az elfogadott kultúrákat. Viszont egyrészt elvesztettük ezt a Róma megszállása hülyeséget. Másrészt pedig... Siena. Levisszük az adókat, kapjanak autonómiát. Másrészt pedig... Ugye nincsenek elfogadott kultúrák, viszont mindegyik itáliai kultúra olyan, mintha elfogadott lenne. Tehát ez úgy meg fogja dobni a bevételünket, mint a fene. Ide majd építünk valamit, amikor kiderül, hogy mennyi pénzünk marad a háború után. Na, megindítjuk a háborút. Ellenünk Haiti, a pápa nem lép be, halleluja. A pápa nem lép be, halleluja, wow. Ellenünk Haiti és Magyarország, mellettünk Belgium, Lengyelország, Csehország, Spanyolország nem lép be, miért? Defenzívek velem szemben is ki vannak merülve, majd helyre jönnek és akkor belépnek. Nápolyt viszont behívjuk, hogy megtörje a szövetséget, ugyanis őket majd el akarjuk ugyebár foglalni, mert mi vagyunk Itália. Erre itt mind jogunk van jelenleg. Úgy induljon a háború. Igen, előrevetnék egy dolgot. Ennek a háborúnak eléggé komoly békeszerződése lesz. És hogyha nincs elég galambom ahhoz, hogy aláírjam a fucking békét, akkor cheatelni fogok, mert egyszerűen hülyeség az, amit a játék csinál. Tehát hogyha erre allergiás vagy, akkor rácsesztél. És ugye Spanyolország nem lépne be a 30 hónapos hülyeség miatt, akkor ugyanez fog történni. Na, úgyhogy! Most már harmadszor is megpróbálunk adat zenni. Legyen a Vorgól... van itt valami erő? De legyen a Vorgól... Lyonra még nincs kész a jogom. Legyen ez itt. Indul a háború. Átlépjük a határt. Mind a három irányba. És egyelőre ennyi. Ha jól látom, a legtöbb erőd a spanyol határon van. Provence-ot nem őrzik erődök. Wow. Ez hülye. Hoppá. Lovasok vissza őket. Továbbra is itt tartjuk készen arra, amit mondtam, hogy abban a pillanatban, hogy a frangolok megindulnak az Alpok felé, felégetjük a tartományokat és visszavonulunk. Kivéve, hogyha le tudjuk őket győzni nyílt csatában. Hogy állnak az erőviszonyok? Túlerőben vagyunk, ezt nem hiszem el. Jó, mondjuk ebben benne van a lengyel-cseh hadsereg, ami ugye együtt nagyon, mint a magyar. A spanyolok abban a pillanatban belépnek, hogy egy kicsit lemegy a kimerültségük. Eközben fogjuk a flottánkat, és ostrom alá vonjuk, blokkád alá vonjuk Languedocot, Narbont és Roussillont. Provence-ot mindjárt megszálljuk, úgyhogy azt nem kell. Oroszország házasságot ajánl, elfogadjuk. Irány Provence és Avignon. Kísértünk a hegyekből. Hol van a hadsereg? Oké, jól látom, a magyar hadsereg legyőz egy cseh haderőt, viszont a következő cseh hadsereg megsemmisíti Bécsben. Ja, Stackpipe, oké. Tehát a csehek elméletileg jönni fognak a nyugati front felé. Provence megszállva, irány Languedoc, onnan pedig Narbonne. Spanyolországgal nem engedhetem meg, hogy lemenjenek a kapcsolatok, akkor nem lépnek be. Ami azt jelenti, hogy elkezdjük velük növelni a kapcsolatokat. A pápa ugye nem léphet be, tehát azt a részt ott nem tudjuk elfoglalni. De ez van. Viszont lehetséges, hogy föl kéne vennünk pár zsoldost és megtámadni a magyar területeket Isztria felől. Ja, felvezünk egy kisebb zsoldos hadsereget. Mondjuk úgy 20 embert. Arra nem lesz egy gyalogságunk, szupi. Mindegy, legalább jó vegyes lesz a hadseregünk. Pont 20 ember kijön, oké. És ezekkel meg fogjuk szállni Likát és Zágrábot, és azt követeljük. Ezzel kiütjük a magyar hadsereget a háborúból. Ami nem túl veszélyes, de azért nem árt, hogy a kiesik. Meg akkor ugye a teljes cseh hadsereg a nyugati frontra koncentrálódik, és Spanyolország belép, de egy kicsit várok át, ha haza akarnak hozni még egy hadsereget a háború előtt. A flottánk nem fogja már seg elhagyni a földközi tengert. Nem harcolok nyílt tengeren a frangolokkal, biztos csatahajóik vannak, nekem az nincs. Oké, az egyik hadseregünk készen fog állni Languedocban arra, hogy segítsen a másik kettőnek, hogy esetleg frangol ellentámadás érkezik. A frangolok Belgiumban vannak, de ott is túl erőbb vagyunk velük. Mi a fene van ezekkel? What the fuck? Ó, Korzikán erőd van, tehát nem fogja átengedni a szigeteket, hogyha azt nem szállom meg. Ebből csítelés lesz, de szokásos módon úgy, hogy az emmi amúgy elfogadná, hogyha nem lenne a bullshit. Oké, összevonjuk a hadsereget. Kinevezzünk az élére egy tábornokot, elindítjuk Lika felé. Az egyik hadseregem élén nincs tábornok. Whoops. Még jó, hogy nem jött ellentámadás, most már van. Ez hadsereg jön és megsemmisíti a magyar flottát, aztán jön vissza blokkád alá vonni Narbont. Spanyol hadsereg merre jár? Hol jár a spanyol hadiflotta? Valószínűleg azon ül a hadsereg. Spanyoloknál, azok a skótok lázadás van, de a spanyoloknál is benigniek. És hol van a spanyol hadsereg?
éppen egy gyarmati lázdást ver le. Akkor beívjuk őket, mert ez úgyis eltart egy ideig, ami van, azzal jöjjenek. Spanyolország belépett, valószínűleg meg fogja kapni Roussillont a háború végén. Mivel ott állomásodik egy frangol sereg, és nem tudom, hogy hol van a flotta, felhúzzuk a partmenti erődöket. Mindkét parton. Languedocot módszeresen kifosztottuk? Igen, akkor vissza Provence-ba. Oké, Likát mindjárt megszálljuk. Hoppá, 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 flotta marad, amíg meg nem semmisítik a magyar flottát. Oké. Magyar flotta legyőzve. Megsemmisítjük azt a frangol flottát, aztán vissza a Narbonne-i partokhoz. A lengyelek, a csehek és a, belgák együtt éjszakon megsemmisítik a frangol főerőt. A túlerőnk biztos. Azon gondolkozom, hogy mit követeljék a háborúban. Lengetetném velük Angliát, viszont az túl sok warscore-ba kerülne és nem biztosítaná be a hatalmamat utána. Valószínűleg ezt a térséget fogjuk úgy, ahogy van követelni, meg Lyont. Meg ugye nyilván a magyaroktól Likát, esetleg még Zágrábot is. Hoppá, szicíliai szeparatisták. Ez jó lenne, hogy nyernének, mert nem kéne megtámadnom a spanyolokat Szicíliáért. Megoldanák nekem a lázadók. Oké, okay, 145 000 cseh, lengyel és belga halad a 15 000-es frangol füverő felé, ami marad belőle. Hát ez eléggé egyoldalú. Placs. Megsemmisült stackwipe. Hova menjünk ezzel a cseggel? Bernbe tudok menni? Igen. Oké, okay, akkor Bernbe megyünk. Ide is, ide is van spanyol jog. Nincs, meglepő módon. Akkor csak Roussillont kapják majd. Oké, okay, tovább tudjuk tolni az admin techünket, ezt meg is tesszük. Mire vége a háborúnak, addigra úgyis összejön pár pont, azért eléggé hosszú háború lesz a látszat ellenére. Azért a frangolókban lesz kapacitás. És küldenek is azt a 70 ezer ember, hoppá! Mindenkit hozunk vissza erőteletmenetbe és Lyonban szétverjük őket. Haditechjük? Felére milyen kell? Még mindig... Ó, 23-as, valószínűleg bevezették az új egységtípus, azért nem harcoltak eddig. Ez okos. A szarba vagyunk, nem is kicsit. Giovanni Mária szerencsére mindjárt odaér. Ez az! Megvan a túlerőnk. És Giovanni Mária baromi jó tábornok. Plusz folyón is átkelnek, a terep is nekünk kedvez. Ezeket szétverjük. Oké, okay, az ellenség vesztett olyan jó... 30 ezer embert. Jó, nem egészen annyit, mi pedig 25 ezeret. Hasonló veszteségek. De ezen túl a három hadsereget azért egymáshoz közel tartjuk. Őket lehozzuk Avignonba, mert az síkterep és ott nem morzsódnak le annyira. Hoppá, újabb frangol támadás. Magyarokkal együtt Wallstätte felől jönnek. A tiroli erődömet akarják megtámadni? Sok sikert. Hogyha nem a magyar frontra mennek. Na ezt hogy csinálja az emmi? Zsúgy átsétál az erődjeimen. Bullshit. Na mindegy. A magyar front eléggé eldölt. Remélem, hogy jönnek segíteni a csehek. Szarba leszek 20 ezer emberemmel, hogyha megtámad. Nem, a csehek nem jönnek segíteni, mert a csehek seggfejek. Oké, Zagráb megszállva. Magyarok elfogadnak külön békét? Még nem. Akkor őszintén remélem, hogy ide, hogy ide jönnek a csehek, amikor elkezdődik a csata, mert nem tudok meglépni. Oké, pont meg tudunk lépni, hála az éjnek. Brabanti Ernest meghalt, második Brabanti Ernest, újra kötjük gazdaságot a belgákkal. Tényleg majd neki is kéne adnom területet a háború végén. Oké. El kell kezdenünk utat vágni észak felé, hogy fel tudjuk szabadítani a belgákat, mert most eléggé nagy nyomás alatt állnak, hogy nincs ott a challenger hadsereg. És a csehek, ha jól látom, erre jönnek. Aha, beavatkoznak a csatába, hála az éjnek. Oké, merkantilizmus, jöhet. De is nem olyan fontos nekünk. Lyon bevéve, erősítést megkaptuk. Az egyik sereggel megyünk... Nem tudok Burgonyba menni. What the fuck? Miért? Melyik erőt gátol meg a hogy elmenjen Burgonyba? Melyik? A Lyonit megszálltuk. Kell egy hónap, hogy update-eljenek a szférák, vagy mi?
Nem. Valamelyik erőd megálltol abból, hogy elmenjek Bourbonba. Mármint Burgonyba. Melyik? Hol? A Bourboni? Az nem ér el a szabad grófságig. What? A bári. Nem tudom, hogy miért a bári gátoljanak, hogy elmenjek Burgonyba, és miért nem a burgonyi, hogy elmenjek bárba, de a játék tudja. Azaz vigyázzunk el, mert ez a 90 ezer ember akármikor délre csapott, tehát ezzel a hadsereggel késznek kell lennünk arra, hogy erőtelet mellett be éjszakra menjünk. Talán a magyarok most kiugranak. Kiugranak, oké. Okay. Ezt itt követeljük mi. Pozsonyt átadjuk a cseheknek. Sok lenne. Még egy kicsit fenntartjuk akkor a háborút. Lotharingia megszállva, irány Metz. Oda tovább tudok menni valamiért, csak Burgonyba nem tudok bemenni. Ó, most már be tudok menni, mert ostrom alatt tartom a várat, vagy nem tudom. Erődrendszer érdekesen működik. Ezt a zsoldos hadsereget ugye egybe felépítjük Milánóba. Őket is mindjárt hozzuk a, őket is mindjárt hozzuk a frontra. Tényleg ide vannak lengyel jogok egyébként? Ahogy elnézem, Biharra fabrikáltak egyet. Megint Szepes nem fabrikáltak, ami egy fucking aranybánya, szó szerint. De ők tudják. Ezt a kis adseget megverjük még mielőtt felszabadítaná a többi tartományt is ezzel a 200 emberrel, ami van benne. Oké, 200 emberrel, egyre megy. Tovább tudjuk az ideákat, mert a tech-el most nem mennénk annyira sokra harcban. És hogyha ezeket az erődöket beveszik, akkor megnyílik az út Belgium felé. Ebben remek a játék, megint úgy döntött, hogy szarba vagyok. Nem tudom miért. Toljunk megint a diplóra. Pozsonynál csatát nyertünk. Hoppá, ott befutott közben egy frangol adsereg, még jó, hogy jöttek a cselek segíteni, nem is vettem észre. Na. Nem Pozsony követjük a cseheknek, hanem Bihart a lengyeleknek, ezt elfogadják. Szupi, magyar front lezárva. Ezeket így megmagvasítjuk, amint csak lehet. Nem veszünk fel éppen egységeket. Oké, magok kész. Már így magok épülnek. És kaptunk morálbeli inspiráló győzelem. Flottaépítés esélyem sincs, de azért felveszünk, mert nincs más küldetés. A Force Meetünket kitoljuk, mert ez olcsóbbá fogja tenni a zsoldosok fenntartását, mert ugye ott kapunk egy eléggé nagy modifiert zárra, mert Force Meet fölött építkezünk. Hoppá! Oké, okay, erőtelet mellett bejövünk és segítünk a seregünknek. Mikor érnek oda? 25-én. Ez az csak, hogy erőtelet mellett bejön, ide ér 30-án, oké. Okay. És őket is bedobjuk erőtelet mellettbe. Tábornokot nem tudunk az évükre rakni, mert elment az összes katonai pontunk az ideára. Az a lényeg, hogy azt a csodát meg kell nyernünk. Oké, egy erősítés beért, másik beért, védekezünk, és segít a terep. Az ellenséges tábornok nem rossz, de nem Giovanni Mária, és nyerünk a sok fázisban. Remek, már sok fázissal. Az ellenséges arcvonal szétzilálódott, adjuk a fronton, szétverjük őket. Oké, vesztettek körülbelül 30 ezer embert, mi hasonló mértékben, de nem annyit azért. Jó. A zsoldosok jöjjenek és ostromolják Metzet a csehekkel egy... Ó, oh, mit csinál kerülők el ahhoz, akkor maradjanak a szabad grófságban. Megszálljuk felük újra Sarolét, mert valamitől felszabadult hirtelen. Oké. Okay. 10 000 frangol benragad Magyarországon. Ők hogyha kijönnek onnan, akkor a lengyelek szétszedik őket. Spanyolországban parasztlázdás tört ki, ez van. Roussillon valamikor felszabadult, vagy besevettük? Lehet, hogy besevettük. Ja, azt mondom, végül elvonultam, mert éppen akkor volt valami nagy csata. Ahogy elnézem, új zsoldos sereget emelnek fel a frangolok. Szétverünk pár ezredet, ahol tudunk. Viszont az erődjeik sorra esnek el. Oké, ezeket így szétverjük, aztán ezzel a sereggel lemegyünk és megostromoljuk Roussillont. Kapjunk termelt javakat. Fejlődő orvostudományból, és ostrom alá vonjuk Párizst. Amit, ha jól látom, nem véderőd. Aha, a reflexből 14%, hogy bevegyük. Oké, okay, oké, okay, ez jó. Viszont a hadsereg, viszont kezdnek fogyni az erőforrásaink, hamarosan le kell zárnunk a háborút. Bár a frangol erőforrások feltételezem hasonló módon fogynak. Csapataik eléggé rendesen le vannak darálva. A túlerőnk teljesen biztos. És az erőforrásaik?
Van még 50 ezer tartalékosuk, ezt nem tudom, hogy csinálják. Az ott, hoppá, hoppá, ott szar készülődik, éppen támadják Párizst. Oké. Okay. Mindenki erőtelen medve egy, és Párizsnál szétverik őket még egyszer utoljára. Mi folyik itt? Szabadság, egyenlőség, testvériség. Elfogadjuk ezeket? Rovat csak árasztat okozna. Olcsóbb lenne a tech. És egy rakás dukátomba kerülne. Megadni egy rakás árasztat leginkább, ugyebár. Ha. Nem vagyok olyan biztos, hogy kell ez nekünk éppen. Nope. Nem támogatjuk a szabadság egyenlőség testvériséget. Viszont Zadmin tekünket nem tudjuk tovább, hanem inkább tolunk egyet a stabilitásunkon. És megyünk a párizsi csatába. A zsoldosaink elkapták az egyik frangol erősítést, a mi erősítésünk a belgákkal együtt pedig szerintem megsemmisíti a főerőt. Oké, okay, az erősítést legyőztük Burgonyban, és a főerőnek annyi. Szálljuk meg a tartományokat, ahol toboroznak. Jó, meg gyertek. Ide, megszállni a tartományokat, ahol toboroznak, ami azt illeti. Hol van a másik zsoldos hadseregem? Volt még egy. Ők mennek Rusziomba. 44 ezeren menekülnek. Délfelé feltételezem a Labourdi erődhöz. Champagne megszállva, Orlán megszállva. Az erőforrásaink viszont nekünk kifogytak. Ezzel a csat után már nem tudjuk mindegyik hadseregünket helyrehozni. Tehát lassacskán el kell kezdeni dolgozni a békeműben. Champagne hadsereggel megszálljuk Bourbont, ezzel növert. Zsidjön ki a játék búsítja, hogy rohadt mélyen benn vagyunk a francia területeken, de az emi átsétál az elődjeinken, mert az övék. Igen, tudom, logika. Igazából itt a probléma, hogy az erődrendszer működne, hogyha hagynák működni. Kéve akkor, amikor nincsenek erődök, de ezt már elmondtam 50-szer. Tehát most abban a helyzetben vagyunk, hogyha én vesztek egy csodát és vissza akarnék vonulni Provence-ba, az ellenség simán átsétál az összes erődömről, amit eddig kemény munkával megszálltam. Mert az övé volt alapból, és akkor nem tudok bőle portyákat indítani, hogy zavarjam az ellátását. Oké, okay, jól látom, azt a sereget PC-zte ki magának, szóval oda megyünk. Minden a macserünkkel felkészülünk arra, hogy segítsünk, innen tudunk menni egyenesen, oké. Okay. Ja, azt szúrta ki magának. Innentől fogva erőtelet mellett be mindenki. És remélhetőleg a csehek visszafordulna segíteni, ja. Tirol és Firenze kapjon-e elégedetlenséget? Tirol azt hiszem nem lázadt föl. Jó, éppen hogy nem, és Firenze? Firenze fellázadna a fenébe. Ja, mert levittem az autonómiájukat a Toszkán lázdáskor. Ami azt illeti, ők éppen a lázdás szélén állnak. Levizzük a kimerültséget, ez egy kicsit lelassítja őket talán. A csehek pedig nem jönnek segíteni a csatába. Na mindegy, egy 100-es hadsereget verünk szét. Ja nem, a miénk volt 100-es. Ők vesztettek úgy, szokás szerint 30 ezer embert, mi úgy 20 ezeret. Oké, okay, felemelünk egy újabb zsoldos sereget. Ja, 4000 zsoldos, akkor nem érdemes. Ez a sereg megy és megszállja Rusziont. Ami azt jelenti, ilyen, ehhez érdemes fölvenni pár plusz zsoldost. Nem tudom, miért nem tudom őket ide fölvenni. Nem tudom őket ide föl... What? Elméletre fel kéne őket tudnom venni megszállott területeken. Ja, meg is teszi a játék automatán. Akkor nem tudom, mi van. Jó, azokat ott szétverjük. Hoppá! Oké, okay, kifizetődött, hogy felvetünk egy 3-as szintű tanácsadót, kapunk plusz egy stabilitást. És olcsóbb adminteket. Viszont úgy látom, megint szar van, mert ismételten támadásra készül az emmé. Viszont nem most mi támadunk, a luxemburgi csillagerőd alatt szétverjük őket a cseh segítségével. Remélhetőleg Belgium is jön a csatába. Ó, oh, stackwipe-oltunk egy 40-es hadsereget, ezt nem tudom, hogy csináltuk, igazából nem kellett volna megtörténni, de nyertünk. Tudod, hogy magasan.
Ezzel a hadsereg eléggé rendesen leesett. Közben hogy állnak a dolgok a kolóniákon? Haiti offenzívába lendült és szétveri spanyol Brazíliát. De a gyarmatok jelen nem számítanak szerencsére. Ahogy elnézem, a frangol hadsereg jóformán meg sem is ült igazából, Haiti adja a létszámot. Ők nem akarnak kibékülni? Nem. Hát akkor harcoljunk tovább a frangolokkal. De igazából már nincs katonai potenciáljuk, ezt Ábrút megnyertük. Ezt a zsoldos egységet hozzácsapjuk ez a hadsereghez, majd pár zsoldos ezredet. Oké, bevetünk egy erődöt, verjük szét a készülő frangol zsoldosokat. Aztán menjünk és vegyük be Bourbont. Közben ez a hadsereg megszállhatja Nevert. Jó. Azok valóban össze akarnak gyűlni, nem tudom, hogy hova. Angol-Kolumbia... What? Angol-Kolumbia független? Angol-Kolumbia függetlenedett ezek szerint valamikor. Ó, itt egy holland gyarmat. És ott van svéd lapláta, ezt egy az egybe vették. És itt is kész egy svéd gyarmat, ez miért nem gyarmati állam még? Oh. What? Ez itt Peru, ez itt Alaszka, oké. Okay. Nincs sem kérdésem, új világrendszer. Na mindegy. Ja, de a Slábrut ezt arany magasan megnyerik, most szétszedjük a teljes angol szövetség, a teljes angolszövetségi birodalmat. Meg sem is nem fogjuk, mert a játék békerendszerre nem engedi, hogy annyira átszabjon a térképet egy békével. Sajnos, pedig ez épp egy olyan háború nemesleg, ami után meg kéne engedni szerintem. Mert igazából egy világháborút nyerünk meg itt, de mindegy. Oké, okay, Ruszia megszállva. Azt majd átadjuk a spanyoloknak ugyebár. Menjünk és szálljuk meg a többi erődöt. Már egy többi erőd nélküli tartományt most éppen. Oké, okay, a Lyon-öbölben szétvertük a frangol flottát. Már itt, ami maradt belőle. Hazaviszik a flottánkat, innentől fogva nem lesz dolguk. És a lengyel szövetségesek segítenek leverni a spanyoloknak a lázadásokat, szóval még jó fejek is vagyunk. Ez a 9000 ember nem tudja ostromolni az erődöt, szóval visszahozzuk őket és Párizsba segítünk nyerni, aztán megyünk és kifosztjuk szisztematikusan Nemurt. Mennyire merültek ki másnak a háborúban? Nagyon. Már nem akarnak harcolni. Miféle békét tudnék én itt összehozni? Hogyha ezeket itt követelném... Ez lenne itt a Warscore fele, meg még Ruszion a spanyoloknak. Mi legyen a Warscore másik STEAM?! Na, mi legyen a Warscore másik fele? Anglia elengedés 2% lenne? Ennyire nincsenek angol kórok, wow. Elengedhetnénk velük Guyant. Esetleg Lotharingiát. Provence de Szemágában sincs. Toulouse. Megy tartomány lenne, wow. Wales, talán. Egy egységes Írország elengedése opciónak örülnék, de az nincs, mert ugye sosem jött létre Írország. Ez nem igaz, a skótok belépnének csak 30 hónapos bullshit. Na jó, emlékeztem, mint mondtam az elején? 30 hónapos bullshit-et figyelmen kívül hagyjuk. Ja! 30 hónapos bullshit figyelmen kívül hagyva. Ezekkel a zsoldosokkal megyünk és megszálljuk Alençont, hogy mi a fene az. Ezekkel pedig itt megszálljuk a keleti határ részét. Ők ott rohadt módon lázonganak úgy alapból most, már nemrég foglaltuk el, szóval kapjanak egy kis autonómiát inkább. Tényleg, hogy állnak a lázadások az országban? Toszkának közel állnak, letörjük őket. Ja, Pízában 0,3 árest van és abból lázonganak ennyire. Fejlesztjük az épületünket. Igen, a lovasokat ott hagyom, mert lehet, hogy Svájc most hirtelen meglepetésszerűen meg akar engem támadni, és akkor nem árt, hogyha ott vannak. Oké, okay, bár bevéve. Szálljunk meg Lotharingiát meg a szabad grófságot. Charolais megszállva, irány a szabad grófság, és ezekkel fogunk menni, és felszabadítjuk Párizs az ostrom alól. Felszabadítjuk az alól, hogy visszafoglalják a franciák. És megint ránkett ez a laggolás, nem tudom, hogy mitől. Ó, már ott vannak a csehek, 120 ezer ember 10 ezer ellen. Hát, ja, és még lennénk. Ja, 200 ezeren vagyunk 40 ezer ellen, és ez a 40 ezer is Haitiből jön. Nem akarnak még kibékülni a haitiek? Még nem egészen. Megpróbálom őket kiütni a háborúból, mert ugye annál több warscore-t kapunk relatíven. Mert itt annál... Ja, annál több warscore-t kapunk. Jó,
Jövünk ezzel a zsoldos reggel és segítünk ostromolni Normandiát. Közben a török megmozdult, ahogy elnézem, nem. Ja, a magrebek éppen szállják meg Nápolyt, amit elfoglaltak a nápolyiak. De azóta a Törökországban nyugodt a helyzet. Svédország, ahogy elnézem, nem csinál semmit, kimondotta, nem használja ki, hogy most Európában mindenki el van foglalva ezzel a háborúval. Belgium ugyebár segít nekem, ja. Ó, a spanyolok kiugrottak, ez nem jó. Még jó, hogy nem ott a Vánnégi Ruszion, mert akkor most felszabadult volna a megszállás alól. Már logika. Na mindegy. Menjünk, megszálljuk Toulouse-t. Majd átadjuk így is a spanyoloknak egyébként valószínűleg Ruszion-t. Van ugye ez a Core Return opció, és az ott magterület, nem csak jogos terület. Mármint megigényelt terület, vagy akármicsoda. Felemelünk még egy zsoldos hadsereget Novarrában. Ők valószínűleg erősítésként fognak jönni valamelyik létező zsoldos seregnek, tehát nem önállóan fogjuk őket bevetni. Elmenjünk és ostromoljuk simán Beánt. Rómát meg tudnánk lombardizálni, de nincs sok értelme, mert már itáliaiak vagyunk mind. Ja, tényleg sose építettem utakat, az egész országban egy út sincs. Na mindegy, ez van, már nem is lesz. Szerencsére a lengyel flotta blokád alatt tartja a frangolokat, ez egy kicsit szánalmas. Legalább azt hittem, hogy tengeren kihívást fognak jelenteni, de ez egy meglepően könnyű háború volt. Minden erődjük ostrom alatt áll, ha itt hiszem, hamarosan ki fog ugrani a háborúból. Szerintem már náluk is megy fel a Call for Peace. Na, hamarosan kiugranak, oké. Ráadásul most, hogy a spanyol gyarmatokat nem tudják megszállni, és a skótok még rá is másznak a fejükre. Ja, ide van a skót, hoppá, az angliai frangol hadsereg megverte a skótokat. Tehát ott van a maradékuk ezek szerint. Nantból kiugrasztjuk az angol a frangol flottát, egyenesen bele a Belgába. Közben megszálljuk Bretagne-t, meg a maradék erődöket a kontinensen. A frangolok békét ajánlanak, frangolok cseszhetik. Skócia kiugrott. És Haiti szövetkezik a skótokkal. Haiti kiugrik? Haiti kiugrik. 99% warscore, megvárjuk a százat. Megszálljuk a maradék erődöket. Spanyolországban belső konfliktusok vannak, hát erre rácsesztek. Manpower sereget az hozzuk el közben. Ti ezt zsoldos sereget így feloszthatjuk, ez értelmetlen most már. Ez így zsoldos sereg, nem ez manpower sereg. Ezt is az hozzuk Rómába. Az ott zsoldos reg, azt lehozzuk segíteni a Bearni ostrommal. Nem, hogy azt így átveszük a Bourboni ostromot, mert ez itt manpower sereg. És odaérnek 5-én. Túl sok tábornokunk van, Csehország kiugrott, ez nem jó, de szerencsére nem volt közvetlenül az irányításuk alatt megszállás, tehát ilyen szempontból nem vagyunk szarba, őket hozzuk Dalmáciába. Készen arra, hogy leverjenek akármiféle szerb vagy horvát lázadást. Vagy bosnyákot, ami azt illeti most már. Ajjaj, fordalmárokat szaglok. Bourbon megszállva. Ez zsoldosság, szóval ez maradhat itt fosztogatni. Ami azt, hogy visszaküldjük Párizsba, fosszak hiány marad belőle. Kievben polgárháború, Belgium kiugrott. Az egyelőtt a belga megszállás alatt volt. Most menjünk a két zsoldoságunkra és megszálljuk, rohagyjál össze Belgium. Lengyelország kiugrott, tehát csak mi leszünk a végén, csak mi vagyunk a háborúban. Na mindegy, most már megszálljuk azt az egy maradék erődöt, aztán béke. Remek. Nem baj, most már úgysem akarunk zsoldosokat fölvenni. Mindjárt kapunk egy új ideacsoportot, valószínűleg egy adminisztratívet fogunk választani. 9000 lázadó elbírna az adott a dalmát, ha segünk elám, oké. Ledaráljuk őket. Van egy kardinálisunk, aki miniszter. Ja, tartsuk benne az adminisztrációban. Szicília elszakadt. Remek.
Na jó, az erődott rohadt sokáig fog tartani, míg elesik, szóval kössünk béké. Igen, bullshit. Követelek 3 tartományt és nincs ott bevett erőd. Rossignant kivesszük, mert azt ugye a spanyoloknak adjuk át. Zélandot átadatjuk a... Átadatjuk a hollandnak, nem a német alföldnek, hanem hollandnak. És elengedhessük Bretagne-t. Nincs sok értelme, nem igazán látom értelmét. Elengedhetnénk Wales-et. Sajnos a gyarmati államaikat nem tudom leszakítani róluk, pedig ugye angol Louisiana azt hiszem még az ő függésük alatt áll. Szakítsuk le Lotharingiát, ez pont 100 warscore. Csak nincs elég galambom. Hány galamb kéne hozzá? 324 galamb. Azt meg is váratjuk akár, oké. Addig ostromlunk. Hoppá, betörtek a falak. Mivel ezzel zsoldosok, lehet, hogy megkockáztunk hamarosan egy rohamot. Megvárjuk azt a 2 hónapot, amíg úgyis meg lesz hozzá a galamb mennyiségünk. Jó, több az 2 hónapnál ezek szerint. És tovább tudjuk tolni az adminteket. Ezt meg is nem teszünk meg, mert magukat kell fabrikálnunk mindjárt. Oké, betörtük a falakat másodszorra. Most már duplán be tudunk menni az erődbe. Na jó, roham. És alig került 20 000 emberembe a roham, oké. Na. Miért nem fogadják el? Mert bullshit, amúgy elfogadnák. Oké, szerintem ennyit tudunk kisajtolni ebből a békeszerződésből igazából. Ja, ez elég lesz. Tehát elküldjük. És a másik oldalon elfogadjuk, mert az NBA az erőt bullshit miatt nem fogadná el. Tehát... Ó, remek, pont Szardíniába tört. Pont van rázás Szardínián. Erről informáltott volna. Ezeket feloszlatjuk. Adságunkat pedig kivisszük Szardíniára és leverik a lázdást. Egyszerűen 15 egységet tudunk transportálni, aztán elég lesz az, hogy leverjük őket. És csináljuk a magokat. Még szerencsé, hogy olcsó, mert mi vagyunk Itália. Korzikáról át tudunk menni? Ja, át tudunk menni, oké. Akkor Korzikára szállítjuk ki a főerőt, és onnan átsétálunk Szászáriba egybe. És akkor nem 15.000 fővel fogunk parra szállni, hanem egy-egybe átmegyünk és szétverjük őket. Ami azt jelenti, hogy elindítjuk a 15.000 főt, mert a végén megszállják Szászárit. Bár... Ja, megszállják még, mire átérnénk. Oké, maradunk itt. 10 év szeparatizmus, hurrá! És meghalt a természettudós fazonunk. Vegyük fel az építkezős fazont. És már most jönnek jó az itáliai ideák, mert ezeket a területeket nagyon könnyen be tudjuk olvasztani, mert 25%-ra olcsóbbak a magok. Na. Megyünk és szétverjük ezeket a lázdókat. Szászarit elméletileg vissza fogja foglalni a korzikai erőd, mert határoság számít. Ezek szerint nem, oké. Játék valami úgy dönt, hogy nem. Na mindegy, akkor megszálljuk mind a kettőt. Frangoloknál valamiféle lázdás készülődik egyébként? Úgy látom, nem igazán. Meglepő módon. Ennyire vitték a kimerültséget? Váó! Ezt nem tudom, hogy csinálják ilyen gyorsan. Úgyhogy nagyon sok galambot raktak el a tartalékba, a ketreceikbe. Ezt a tartsaget pedig hazarendeljük Milánóba. És most egy kicsit ki kell pihennünk ezt a táborút. Meg szeretném támadni rögtön a pápát, de most nem lehet. Talán zsoldosokkal, de azt még meglátjuk. Hú, ó, Kijev, de kiterjeszkedtél, megette fél Litvániát. Az éli felét. Oroszország pedig a csendes óceánon van. És a lengyelek beiktak minket a lengyel-török imperialista háborúba, a törökök és Maghreb ellen. Segítünk a flottánkkal, mással nem éppen. A Maghrebek nem szuniták, akkor miért van náluk szuniták? De szuniták, akkor miért van náluk szunitalázás? Nem tudom. Na de megyünk és blokád alá vonjuk a tengerszorosokat a teljes flottánkkal. Valamint... Építünk egy csillagerődöt, mondjuk... Sehova nem tudok csillagerődöt építeni, mert mindenben van építve, akkor egy őre építünk csillagerődöt. Csak mert Isztria és Görícia éppen nincs egy erődnek a befolyási szférájában sem. Isztriát fel tudjuk tuningolni annyira. Ide építünk egy csillagerődöt, hát ha az osztrákok vagy a magyarok ügyeskedni próbálnak. A magyaroknál pedig kitört egy parasztlázdás.
Ez várató volt. Hoppá, 33 hajót látok, de kikötőben vannak. Akkor blokkálod el mondjuk a tengerszorosokat. Ja, de ott már pont lemorzsolódunk, itt aztán még pont nem. Vagy? Ja, ott már pont lemorzsolódunk, akkor blokkálod el mondjuk a török flottát. Ami azt jelenti, hogy először megsemmisítjük a Maghreb flottát. Nem, először megsemmisítjük a török flottát, oké. Okay. Ha te mondod, játék. Egy egész transportot sikerült megsemmisítünk, úgyhogy nulla morállal megtámadta minket a nyílt tengeren, oké. Okay. Szuper. Na viszont, én nem mondom vagyok, hogy már a körülbelül ennyi fért bele. Jó tartalmas rész volt. Ugye ez volt én már a barna. Ez vagy már az Európai Vezájsz, még nincsen több élemáns. És találkozunk a legközelebb, amikor valószínűleg ennyisítjük Itália maradékát. Addig is, a viszont, látásra!